Jó reggelt mindenkinek, már akinek reggelt, nekem az, 7 óra múlott, nem is olyan régen. Itt a Marcal folyócska. Rögtön egy reggeli kezdős nittel is meg tudja mutatni. Ebből az irányból érkeztem tegnap, de most erre megyek visszafelé egy darabig. Méghozzá azért, mert a reggeli program része lesz a somló felkeresése. Bár az első program az egy kocsma túra lesz inkább, a reggeli kávé bevitel miatt. Egyelőre nem tudom, hol fogok itt kimenni, hát vagy visszamegyek teljesen itt a töltésen, vagy balra kanyarodva valami kis földutat keresek a legközelebbi faluig. Jó nedves a fű, kicsit nehéz a kormányzás. A legközelebbi falu elvileg Nagypirit. Hogy hol lukadom ki, az egy másik kérdés persze. De a cél Nagypirit, ez a lényeg. Talán lesz nyitott kocsma, és akkor a kávét is megejthetem. Azért senki ne gondolja, hogy annyira függő vagyok. Ez inkább csak egy ilyen rendezzem a soraimat esemény. Ha hoztam volna gázfőzőt, akkor kávét már ittam volna. A sátorban. Látható, vannak mindenféle tavak, meg egy jó kis terepszakasz. Megmutatom reggeli fényben is a sághegyet. Szegénynek ez a tarajos formája, ez mesterséges hatások eredménye. Gyakorlatilag a hegy eredeti formája teljesen megsemmisült a bazalt bányászatban. Az előtérben az, ha minden igaz, Nemeskocs templomtornya. A sákhegy, hát ahogy mondtam is tegnap, nem túlságosan magas, 279 méter a legmagasabb pontja. Egy térképemen 278-at olvastam. Az eredeti magassága ennél valamivel nagyobb volt, de erről majd később. Kijöttem megint a Marcal partjára. Kicsit kolbászolgatok itt leföl. Nagypiriten vagyok már. Minden igaz, megtaláltam, amit keresek. Nagyszerű. Na tehát meg volt a reggeli kocsmázás, újraindult a rendszer, és folytatom is az utat Nagypiritről Kispirit felé. A cél még egyszer tehát a Somló, mint délelőtti program. Ezt most így beillesztem a terepi munkáim közé is, elfér.
Micsoda Isten háta mögötti falvak vannak errefelé. Aki szereti az ilyeneket, mint például én, azoknak nagyon tudom ajánlani. És itt most ezt az Isten háta mögötti természetesen a maximálisan pozitív értelemben gondoltam. Azért az út sem egy stráda, az látszik. És ez már Kispirit. Nagyon aprócska kis falu. És egy Kispirit után most szépen feltűnt a Somló is. Nem is a távolban, úgy néz ki, mintha nagyon messze lenne, de itt van néhány kilométerre csupán. Ez Iszkáz, éppen a lehető leglogikusabb útvonalat próbálom kitalálni a Somló felé. Valószínűleg lesznek terepszakaszok is, amiktől persze hát nem ijedek meg. Iszkázról ezt a kis utat sikerült találni. Egyébként a 8-as út felé vezet, úgyhogy ha lesz egy adandó alkalom balra valami dűlőút, akkor majd lefordulok. A lényeg azonban az, hogy a Somló már itt magasodik mellettem. Kicsit jellegtelenek ezek az erdők, akác és erdei fenyő. Ugye éppen a médiában az elmúlt hónapok egyik nagy adok-kapok témája volt ez a akác kérdés. Megvan természetesen az én véleményem is. Tehát ezzel most nem untatok senkit, mert majd úgyis lesz olyan magyarországi túrám, ahol ez az akác probléma sokkal élesebb lesz, majd legfeljebb ott mesélek az én véleményemről. A lényeg most a Somló. Most már tényleg itt van mellettem. Keresek valahol valami kis földutat, ahol átkelhetek. Remélem itt valahol a szántók szélén lesz valami lehetőség. Hát ugrál egy őz. Somló. Nagyon-nagyon szép hegy. Szerintem erről nem is kell meggyőznöm senkit. 431 méter magas. Épp most néztem a másik térképemen, 432, nem oszt, nem szoroz persze a különbség. De ez már azért magasabb, mint a Sákhegy. Még akkor is, hogyha egy igazi hegynek, azért még ez sem nevezhető. Elég élesen emelkedik ki itt a síkságból, szóval aki hegynek gondolja, azért az sem téved. Alig, ha nem megvan a dűlőutam is. Ó, hát ez egy stráda. Ennél jobbat az ember álmodni sem mer. Még előttem megy valami kerékpáros is. Mint ahogy a tanúhegyek általában, a Somló is nagyon híven tanúskodik az eredeti felszín magasságáról. Ugye a magyarországi bazalt vulkanizmus egyik eleme, képviselője a Somló is, mint ahogy a Balaton felvidéki
bazalt tanúhegyek, és mint ahogy a Sákhegy is. Maga a történet egyébként nagyon régi, már csak emiatt is olyan izgalmas. A Marcal medence egyik égköve. Nem akarok persze senkit sem untatni, hogy ez a földtörténeti harmad időszakban kezdődött sztori. A Tétis őstenger egyik lefűződött öble, ugye az Alpok és a Dinaridák kiemelkedésével egy ilyen beltengerré változó Pannon tenger idejére tehető a kezdete. Ugye ez a tenger, ez később a belefolydogáló patakok, folyók hatására kiédesedett teljesen. Aztán fokozatosan eltűnt. Először ilyen tóvidék lett hajdani Kárpát-medencében. Fantasztikus hely lehetett. Élővilág elképesztő nyüzsgésével. Bele sem merhetek gondolni, hogy mennyi hal lehetett akkoriban itt. Ugye a tengerben hatalmas üledék halmozódott föl, több kilométer ilyen laza üledék. Ugye szépen lassan feltöltődött ez a tenger, majd később tó, aztán ilyen tavak láncolata, hálózata. És úgy 5 millió évvel ezelőtt megkezdődött a bazalt vulkanizmus Balaton felvidéken, és itt is. Ugye ezek rokon vulkánok. Bár itt közben váltanom kell, mert ha már laza üledék, akkor itt most az út is elég laza. Na mindjárt esek egyet. Nem baj, legalább hoppá, átmegy burleskbe itt a dokumentumfilm. Ugye ebben a laza üledékben tört föl a magma. Először egyébként ilyen kitöréses vulkanizmus volt, illetve a vulkanizmusnak ilyen kitöréses formájával kezdődött. Tufa gyűrűk rakódtak le, vastag tufa rétegek, és aztán jött a bazalt kiömlés, és a bazalt szépen itt maradt, kitöltötte a tufa gyűrűket, vagy még azon túl is folydogált, és hát utána a szél és a víz romboló munkájának eredményeként, ugye az erózió és a defláció munkájának eredményeként fokozatosan lepusztult az eredeti felszín. Ugye ezt a laza üledéket azért könnyen hordta a víz is, a szél is. Vízből, vízfolyásból itt sosem volt hiány. Voltak szelesebb időszakok is, különösen a jégkorszakokban. De a bazalttal, a kemény bazalttal nem bírt el sem a víz, sem a szél. Ezért ilyen sapkaként megvédte az alatta lévő rétegeket, és fokozatosan kiemelkedtek ezek a tanúhegyek. Hát pontosabban ugye a felszín ment egyre lejjebb és lejjebb. A somló is így keletkezett. Hú, nagyon szép. És hú, de meleg van. 9 óra múlott, és már hőség van. Látható, igen sok a szőlő errefelé. Borvidéken járok ugyanis, méghozzá a legkisebb történelmi borvidéke Magyarországnak. Tekerek a Somló mellett, feltűnt a Somlóvára is. Mert hát ugye stratégiailag ez egy kiemelt pont volt. Így még várat is építettek, ami aztán fokozatosan elpusztult. Na de ez egy későbbi történet. És balra pedig a Marcal medence. Somló szőlős tehát. Kollégák,
Sziasztok! És a Somló most ebből a nézőpontból is. Közben ott hegykúton kocsmáztam még egyet. Szinte kerülöm meg a Somlót, most már teljesen a másik oldalán vagyok. Doba előtt erre a kis útra fordultam le, és fölmegyek, amíg lehet, aztán már mint ezen az úton, utána egy másikon pedig igyekszem eljutni egészen a hegytetőig, és aztán egy másik úton meg majd lejövök. A somlói juhfark egy magasabb savtartalmú bor, nyilván ismeritek, vagy ittatok már. Én nagyon szeretem, somlói vár. Na, kicsit jobb áttételbe kellett kapcsolni. És itt a Somló vidékén ez a juhfark egy kiemelten fontos fajta. Ilyen hosszúkás fürtjei vannak, azért juhfark. Egy elég régi magyar szőlőfajta, bár azt pontosan nem tudják, hogy az eredete az mi. Lehet, hogy Ausztriából származik, vagy legalábbis nem kizárt. Aki még nem próbálta, próbálja ki. Kocsmázást az előbb egyébként azért iktattam be, mert baromi nagy hőség van. Szóval csak üdítőt ittam. És már a tiszkáznál is akartam mondani, hogy tehát a templomnál eléggé nagy nyüzsgés volt, az nem tudom, hogy látszott-e a felvételet, hogy vasárnap délelőtt van, méghozzá pünkösd vasárnap. Hogy boltok nincsenek nyitva. Kocsmákhoz kell kötnem a víz utánpótlást, illetve ha találok, akkor kutakhoz. Most éppen jó meredek már az út. Fölöttem a vár. Megindult a komolyabb terepszakasz, de legalább árnyék van. Erre kell menni. Hát baromi meredek. Hát pláne így cuccokkal. Na itt most egy kicsit leszállok. Látható, fokozottan védett terület. Nem is meglepő annyira.
Ez a hárs nem semmi. Na, vannak itt más fafajok is. Az akác mellett még kőris is előfordul. A tanösvény, ami felvezet, Kitaibel párról van elnevezve. Sokat kutatott itt a környéken, egy neves természettudósunk, aki elsősorban botanikus volt, de mással is foglalkozott. Többször szoktam említeni Sopron környékén is, hogy a Mattesburgban, Nagymartonban született. Na, mutatom a tisztelt kollégáknak. Megérkeztem a várhoz, leraktam a biciklimet oda az árnyékba. Folytogató a forróság, 10 óra múlt alig. Teszek itt egy kört a várban, mint a várak nagy rajongója. A mendemondák szerint a tatár járás után épült a vár, vagy a vár első verziója, de írásos emlék 1352-ből említi. Ez több forrás is, aminek utána jártam, így mondja. Szia! Jó napot kívánok! Egy darabig királyi vár volt, aztán többször is gazdát cserélt, például a Rozgonyiak birtokában is volt, aztán Mátyás királyunk Kinizsi Pálnak ajándékozta. Ő volt az egyik leghíresebb tulajdonosa a várnak. Később megint egy kicsit hányattatott volt a sorsa, amíg nem került Bakóc Tamás egri püspök kezébe. Igen, komoly pénz összegért vásárolta meg. Itt közben mutatom a kilátást a Marcal medencére. Hát fantasztikus. Szóval Bakóc volt a leggazdagabb főpap akkoriban, és át is építette azonnal egy reneszánsz várkastélyá az egészet, de ami a fő, igen korszerű tüzérséget hozatott ide. Ez egy igen komoly tűzerővel rendelkezett a vár. Jó napot kívánok! Szia! Ami éppen jókor jött, mivel hogy az 1500-as években, hogy azt nem mondtam, Bakóc 1495-ben vásárolta meg. Na, innen is egy jó kis kilátás. Keleti irányba, Bakony felé. Na, mindjárt a másik kamerával is csinálok panoráma felvételeket, csak ezzel jobb itt bejárni a romokat. Szóval a Mohácsi vész után elég gyakoriak voltak az ütközetek, a vár az elég jól kitartott, jó sokáig. Még a Rákóczi szabadságharc idején is volt itt ütközet, Vakbottyán foglalta el a császáriaktól, és utána indult meg a lassú hanyatlás.
és ott pedig a Somló csúcsa. Megmondom őszintén, jobb ez a vár, mint gondoltam. Hát itt nem lehet elég felvételt készíteni, annyira jó hely. Most inkább így a kilátásnak adózva. Marca a medence, és ott a távolban a Sákhegy. És arra celdömök, majd közelebbről megmutatom a Sákhegyet későbbiekben. Arra is lemegyek, mert onnan is nagyon jó kilátás van kelet felé. Hát ez tényleg nem semmi kilátás. Sőt, innen még a várra magára is van kilátás. A Somló csúcsa a kilátóval. Mindjárt azt is felkeresem. Nehogy szó érje a ház elejét. És már fölfelé jövet is láttam. Igen, megvan. Haloványan ugyan, de megvan. A Kaphegy, a déli bakony egy nevezetesebb csúcsa, ami egyébként szintén egy nagy bazalt kiömlés, és hát a látóhatáron a bakony. Ha minden igaz, ott a Kőrishegy is, az északi bakony legmagasabb pontja. Kicsit haloványan, de azért jól látszik. Itt szabad szemmel, mint a látnám a gömböt is, felvételen nem tudom, hogy látszik-e. Az ott lent doba, pincészetek, szőlősorok. Somló állítólag arról kapta a nevét, hogy egy időben som borította itt a felső részeket. Most akartam poénkodni azzal, hogy lehet, hogy sok ló is volt erre, de aztán eszembe jutott, hogy még egyetemista koromban egy, hát meg arról is eszembe jutott, hogy ugye a bor milyen fontos szerepet játszik itt borvidék lévén, hogy egyetemista koromban egy ország bejáráson egy lovardát látogattunk itt meg a hallgató társaimmal, tanárokkal, három busznyi hallgató és tanár. Aztán a lovarda vezetőjének még pincéje is volt, aztán összekötöttük a kellemeset a hasznossal, és még a tanárok közül is jó néhány embert föl kellett rakni a buszra, mert saját erőből valahogy nem ment. Hát nekem nem ment, arra emlékszem. Ne maradjon el annyira a zoológia sem, bár éppen elbújt a kis jószág. Na, ott előjött ismét. Egy fali gyík. A fali gyík az remek élőhelyeket talál a régi várromoknál. Szóval nem csak természetes élőhelyeken fordul elő. Sőt, azt is egyre több kutatás kimutatja, hogy a vasúti töltések mentén is terjed. Szóval a fali gyík. Van itt jócskán, mozgolódnak. Itt van a hegycsúcs és a Szent István kilátó, ami lehet, hogy nincs is nyitva éppen. De
büfében lehet jegyet vásárolni. Na szóval ez itt a feljáró. Azt a mindenit. Húha. Vár, innen is egészen lenyűgöző. Doba. És innen teljes kör panoráma. Bakony. Ugye az északi, aztán a déli. Kaphegy. És innen most a Balaton felvidék tanúhegyei is elég jól látszanak. Somló rokonai, ugye a Badacsony, Szentgyörgyhegy, Gulács, Csobánc. Csúcskereszt, az pedig a Keszthelyi hegység. Nem kevés, jó kis várom van arra felé is. Oda is tervezek biciklitúrát, mint ahogy a Balaton és Balaton felvidék vidékeire. Azért a Ságot is megkeresem. Elég haloványan, de látszik. Elég párás a levegő. Itt pedig lent, ott van a biciklim, de itt most egy ebédet fogok elkölteni, mert a vércukor szintem az már valamivel nulla alatt van. Hát de ezzel betelni azért nem nagyon lehet. Most már lefelé megyek, egy fordítva parkoltam a biciklivel, tehát nem fölfelé, lefelé tartok már. Még meg akartam mutatni a Kinizsi sziklát. Említettem, hogy Mátyás király Kinizsinek adományozta a várat, és a legenda szerint Kinizsi eljött, hogy megszemléje az új hajlékát, és útban föl a várhoz megpihent ezen a sziklán, és a roppant termetű harcos súlya alatt még a szikla is behorpadt. Most legurulok a hegyről, aztán visszatekerek a Marcalhoz, és folytatódik a Marcal mentén a kis utazás.
Útközben attól tartok, hogy minden kocsmánál meg fogok állni egy bambira. És akkor most búcsú a Somlótól, legalábbis így közelről nézve, mert még messziről többször is látni fogom. El kell, hogy mondjam, hogy rendkívül pozitív élmény volt a Somló megmászása. Azért elég sokat tekerektem már Magyarországon, de a legjobb élményeim közé tartozik. Kilátót, a kilátói büfét üzemeltető hölgy hihetetlen kedves volt. Beszélgettem is. El sem engedtek, amíg meg nem adtam a YouTube csatornám címét. Meg még egy jó kis teljes kávére is meghívtak. Ezek ugye a természeti és a történelmi látnivalók mellett mindenképpen egy nagyon fontos eseményei az ilyen dolgok egy-egy túrának. Kerékpározni indulunk, pláne ilyen melegben. Sose feledkezzünk meg az erdőmező gyümölcseiről, mint például az eperfáról. Hát talán nem fogok befosni. Megérkeztem a Marcalhoz, itt fogok tovább menni majd. De tegnap is jártam már erre, de most azért másfelé is fogok menni. Csak egy rövid szakasz lesz a tegnapiból. És itt a Marcal megint. Jó kis kiruccanás volt. Marcal, tehát a Rába legjelentősebb magyarországi mellékfolyója, szinte egészen pontosan 100 km hosszú, 100,4, úgy tudom, hoppá, ugrándozik itt valami, ó, balin, láttam is, lehet, hogy a filmen is lehetett látni, hogy megmoccant, jó, 30-32 centis volt, még nem méretes, de azért a tenyerem bizsereg egy pecabotért, ha van ekkora, akkor van nagyobb is, de nagyjából olyan 3000-nél egy kicsit több négyzetkilométer a vízgyűjtő területe, és hát
ementén fogok menni néhány kilométert. Minden fontosat igyekszem megmutatni majd. Északnak haladok, továbbra is, Marcal mentén. Most nagyon-nagyon köves éppen a töltés, úgyhogy csak nehezen haladok rajta. Ott a Sághegy. Mellettem a Marcal, ahogy eddig is. Azt nem mondtam az előbb, a torkolatnál nagyjából 7 köbméter per szekundum a vízhozam. Szóval nem egy eget rengető, de látható azt is, hogy milyen jó pofa kis folyócska ez. Még akkor is, hogyha az ember most ránéz a mederre, meg hát mutattam a hídról is, hát többnyire nyílegyenes, mert lehet sejteni, hogy ez nem a természetes meder. Tegnap mondtam is, hogy már nagyon korán felmerült a szabályozás kérdése, 1800-as évek közepén már, aztán kisebb-nagyobb munkálatok után 1800-as évek végére elég hosszú meder szakaszok készültek el. Hát ilyen egyenes csatornaszerű szakaszok. Ha jól emlékszem, azt olvastam, 1892-ben terelték az új mederbe. És hogy a környező falvaknak ez okozott is néhány problémát, mert az ősi Marcal az, ahogy kanyargott össze-vissza, sok helyen vízimalmok épültek. Egyébként ezek a vízimalmok is hozzájárultak valamelyest a környék elmocsarasodásához, mert mert hogy ugye a vízimalmoknak különböző gátakat emeltek. Na, de amit mondani akartam, hogy különböző bevételektől estek ki a falvak, amiatt, mert ugye hát meghaltak ezek a vízimalmok, és például Boba elég sokáig kártérítést is követelt ezért. Ez csak egy ilyen történelmi érdekesség. De ez az, amikor nem csak azért nehéz beszélni, mert másra is kell figyelni közben, hanem mert az embernél a nyelvét leharapja egy-egy döccenőnél. Mondtam is, hogy azért még a messzeségből látni fogom. Milyen érdekes belegondolni, hogy alig több mint 2 órája még ott voltam fönt. Húgy de szép kilátás volt. Onnan azért lehetett látni, hogy mennyire lepusztult az eredeti felszín. És akkor ez most egy olyan nézőpont, hogy a Sághegy is baromi jól itt van az ember előtt, illetve hát az út irányt nézzük, akkor az ember mellett. Megyek is tovább. Na itt most megint egy kicsit jobb az út. Legalábbis haladósabb. Na, erre kiabálja. Most erdőszélen haladok, mellettem a Marcal továbbra is. Következő falu Mersevát lesz. Közben nem rögzítettem a filmen, de én beugrottam kocsmázni egy faluba, Eger aljára. Hát persze szigorúan csak üdítőt, mert nálam lévő innivaló az húgyjá változott. Elképesztő a forróság, pedig már délután 4 óra van. Azt akartam mondani, hogy most sem teljesen lineárisan telik az idő a filmben és a valóságban, mert azért van nekem ilyen kolbászolni valóm itt a környékbeli erdőkben, és akkor ugye közben rögzítem magát a túrafilmet. Szóval egy kicsit több idő telt azért el
mint amennyinek kellett volna, ha csupán csak túrázom. Talán Merseváton is lesz valami kocsma látogatás. Ilyenkor egyébként még 0,3-as sört sem szabad meginni, mert elég nagyot üt az is. Vibrál előttem a levegő. Olyan 2-3 óra múlva már egy 0,3-as sör az belefér, feltéve ha jéghidegre van hűtve. Talán útba esik akkor is valami hely. Úgy tűnik, hogy véget ér az út, de bízom abban, hogy ha kalandosan is, de tovább lehet itt jutni valahogy. Van egy vasúti híd a Marcal fölött, az alatt kéne valahogy átjutni. Nem a híddal van probléma, hogy elnézem, hanem ezzel a patakkal. Hát ez izgalmas lesz. Az a baj, hogy nem látom a növényzettől, hogy hogy megy a dolog. Jó nagy esés is kilátásban van. A biciklit kéne valahogy másképp inni, az is lehet. Jó kis sebes folyású kis víz. Szemben már látszik, folytatódik az ösvény. Na, hát igen, az jó beleüt a patakba ezzel a nagy cuccal. Na, itt most megkeresem az utat. Úgy de sok szúnyog van. De valahogy átverekedtem magam ide. De ez még maximum csak fél siker. Igen, itt a híd. Pillanatra azt hittem beleesek a marcalba. Miután átkeltem a híd alatt, ilyen lett a táj, már látom a merseváti házakat. Itt keresztezni fogok egy utat is, de én továbbra is maradok a Marcal mentén.
és megyek még egy kicsit észak felé. Na itt Merseváton eléggé elmúlattam az időt. Mindjárt 7 óra, hosszabbodnak is az árnyékok, az látszik. Marccal rendületlenül mellettem, bizonyos szakaszokon szép nagy, itt is. Jó sok hal mozgolódik benne. Aktívak nagyon a halak is ebben a nagy melegben. Hát még most is borzasztó nagy hőség van. De megyek még ma egy kicsit. Megyek még egy kicsit, és aztán ismét táborhelyet keresek. Mára jó is volt ez, elég is volt. A nem jóját. Na, itt át kell kelnem. Kidőlt fa után egy darabig nagyon rossz volt. Valószínűleg éppen a kidőlt fa miatt ugye nem is tudott erre eljönni semmi. Én nagyon benőtte a növényzet az utat. De most itt megint elég jó. Kezdek fáradni mára, de a marccal menti utazásom igazából hamarosan véget ér. Még egy-két kisebb dolgot itt meg kell csinálnom, aztán utána az éjszakázó helykeresés lesz a fő attrakció. Vinár és Szergény között érek ki mindjárt ahhoz a híthoz, és a Marccal folyót most el is hagyom. A Marccal medencét még nem, hiszen következik egy szintén nagyon somlóhoz hasonlóan, szintén nagyon komoly tájképi eleme a Marccal medencének, a Sághegy. Ez már persze csak a következő részben. Nekem ugye ez holnap lesz. Itt átkelek a hídon, és aztán keresek valami táborhelyet. Bőszen kiabál a nádirigó is.
A híd egyébként Veszprém és Vas megye határán is van. Itt folyik a Marccal tovább. Az alsóbb szakaszait azért nem mutatom meg igazából, mert egy tavalyi kisfilmben, Rába követő kisfilmben már egész komoly részeket megmutattam az alsó folyásából, hiszen a Rábához nagyon közel halad, mielőtt beletorkollik. Búcsú tehát a Marcaltól, és most Szergény. Felé fordítottam a kormányt. Már a táborhely keresés maradt. Mindjárt 8 óra. Na itt végül is mutatom, hogy visszatekertem Merseváltig. Semmilyen táborhely nem akadt egészen idáig vissza a Marccal partjára, úgyhogy mégsem búcsúztam el tőle teljesen. Láthatáron ott a Sákhegy, hold világít, itt a kis táborhely, és milliárd szúnyoggal osztozom a táborhelyen. Pontosabban ők a véremre áhítoznak, nem annyira a helyre. Be is vackolom magam, és holnap folyt köv.